Nagyon szépen köszönöm, igazgató úr, hogy eljöttél. Már csak azért is, mert személyesen azért, hát így face to face mégiscsak jobb beszélgetni, mint akár Skype-on, vagy így akár van, telefonon. Így van, köszönöm a meghívást. De mindenféleképpen azt hiszem, hogy nem csak azért, mert ilyen járvány időszakban vagyunk, hanem azért is, mert hogyha ismét van egy fesztivál, és margó irodalmi díj, és egyáltalán pályázat. Szóval ez nagyon-nagyon jó dolog, és nagyon jól tudom, hogy például a fesztiválnak az a célja, hogy nem csak a fiatal, de hát leginkább a pályakezdőkkel is megismertessék, és megszerettessék, és népszerűsítsék az irodalmat, meg nyugodtan hozzátehetem az olvasást, mert olyan időket élünk, amikor nem annyian olvasunk, vagy olvasnak, mint annak idején. De akkor először arra kérlek, hogy tulajdonképpen azt vázolt, hogy ez az irodalmi fesztivál, ami most már azt hiszem hetedik alkalommal van, hogy hogyan zajlik le most, vagy hogyan fog lezajlani ebben a járványos időszakban. Rögtön egy pontosítás, tehát az idén 10 éves a Margó Irodalmi Fesztivál, ezt 2011-ben kezdtük, és azóta... A Margó díjat adjuk át hetedik alkalommal majd ősszel, aminek most van a meghirdetés, ezt ilyenkor szoktuk meghirdetni, és ezt majd ősszel adjuk át. A Margó Irodalmi Fesztiválról beszélnek először, ez 2011-ben, ahogy mondta az előbb, tényleg azért indítottuk el, hogy találkozzunk az írókkal, találkozzunk az új szövegekkel, legyen ez egy olyan kulturális esemény, ami tényleg arról szól, hogy sok-sok ember összegyűlik, beszélget könyvekről, irodalomról, de mégis, ahogy ezt így leegyszerűsítve mondani szoktuk, közben lehet fröccsözni, és jól érezzük magunkat a szabad levegőn, és ez az elmúlt 10 évben szerencsére nagyon nagyot nőtt, és idén azt próbáljuk meg megoldani, egyébként majd június 10-13 között a Városmajori Szabadtéri Színpadon, hogy Covid biztosan csináljuk ezt az eseményt. Tavaly a júniusi rendezvényünket azt teljesen online valósítottuk meg, az őszi rendezvényünket pedig már Covid szabályokkal. Most nekünk az egy nagy könnyebbség, hogy az átoltottság már olyan állapotban van, hogy oltási igazolvánnyal majd lehet járni, de most is az elsődleges szempont az, hogy mindenki biztonságosan jöhessen el, és biztonságosan dedikáltathasson majd a kedvenc szerzőjével a végén. Jó, hát ez mindenféleképpen örvendetes, hogy most már, mintha valami elindulna, de hát az nem titok, és azt hiszem ezzel nem mondok újdonságot, hogy azért éppen a járvány idején, vagy ennek következtében azért a könyvpiac leállt, nem? Egy nagyon érdekes helyzet, a könyvpiac nevében nem szeretnék beszélni. Na de, mint szemlélő. De igen, mint szemlélő, meg bizonyos értelemben, mint résztvevő. Meg mint tehát, szerző. Szerző igazából nem vagyok, ha arra gondol, hogy volt egy ilyen az kötetünk. Az előbb még tegeződtünk. Akkor elnézést, igen. A tévéműsor varázsa, tehát akkor igen. Ha arra gondolsz, hogy volt egy könyvünk annak idején a Szakíts, ha bírsz. Szakíts, ha bírsz, igen. Igen, ez egy nagyon jó barátommal, Libor Anitával kezdtük el. Ez egy vicces ötlet volt, ami arról szólt, hogy mindig csak a szép részét írják meg az emberek az ismerkedésnek, és hogy mi van akkor, amikor rendszeresen lepattintják. Na, olyannyira egyre gondoltunk, hogy itt a nézőkedvéért mondom, itt bekarikáztam, ide írtam föl magamnak, hogy szakíts, ha bírsz. Igen, mert más könyvem nincsen, csak azért. Jó. Na, szóval akkor tehát, mint szemlélő, akkor, és tényleg nem a könyvpiac nevében, de azért nagy változások voltak. Tehát egyfelől nyilván a gazdaság az úgy összességében a gazdaságot megrengette a járványhelyzet. A könyvpiacon én azt látom, hogy nagyon gyorsan tudtak alkalmazkodni a kiadók, tehát kevesebb címmel jelentek meg, azokat jobban helyzetbe hozták. Tavaly nagyon érdekes volt az, hogy július-augusztusban is nagyon sok könyv jelent meg, ami korábban nem volt megszokott. Amennyire tudom, nagyon sok helyen felpörgött az online rendelés. Igen. Úgyhogy én abban bízom, hogy a kiadók ezt átvészelték, ezt az egy-másfél évet, és valami elindulhat majd lassan. Én annak örülök, hogy a jelenlegi tudásom szerint nagyon sok friss könyv jelenik meg, és mindenki abban érdekelt, hogy ez hosszú távon is működjön. Na, akkor beszéljünk a Margó díjról, mert hát ahhoz, hogy a szerzők elő tudják varázsolni a képzeletbeli raktárból az irodányokat,
prózáról van szó, hogyha jól tudom. Így van. És egészen június végéig, ugye, addig lehet pályázni, nevezni. Feltételezem, hogy a dolgokat digitális formában kell beküldeni. Igen. Na de, tulajdonképpen azt olvastam róla, hogy olyan szerzők pályázhatnak, akiknek még semmilyen író kereskedelmi formában nem jelent, vagy nem jelenik meg egészen addig műve, szóval máshol még nem jelent meg. Tavaly óta. Így van, tehát azokat a szerzőket keressük, akik a nagyon leegyszerűsítve tavaly nyári margó óta, a mostani nyári margóig az első prózakötetükkel előálltak. Mi azokat keresünk, tehát ez megjelent ez a könyv, ezeket, tehát ha valaki most kezd el kutakodni a pincében, akkor szerintem nehéz dolga lesz, de itt inkább arról van szó, hogy ezt az évet gyűjtjük ilyenkor össze, 30-40 pályázat szokott érkezni, kiadók meg szerzők is szoktak nevezni, és az nagyon fontos, hogy ez az első prózakötet legyen, és aztán mi a nyár folyamán először előzsűrizzük ezt a 30-40 könyvet, aztán 10 könyv kerül a zsűri elé, és akkor azt majd októberben átadjuk. Mi alapvetően olyan könyveket keresünk, amivel felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy azért, mert első könyves valaki, és még nem annyira ismert, attól függetlenül nagyon fontos és érdekes könyveket írhat. A kedvenc példám az, hogy amikor legelőször átadtuk Tóth Benedeknek a díjat, aki a Holtverseny című regényével nyert, akkor neki azóta már jelent meg könyve, lefordították az első könyvét franciára, meg angolra, tehát hogy így be tudott indítani egy bizonyos értelemben egy, nem is beindítani, de megtámogatni egy pályaindulást, és az elmúlt években is Harag Anita, Mécs Anna, Fehér Boldizsár mind olyan nyertesek voltak, akiknél fontos azt elérni, hogy felhívjuk rájuk a figyelmet. Hát nekik pedig fontos, hogy megkapják azt a fajta támogatást, ami ezzel jár, és most én nem csak arra gondolok, mert hát azért van egy fődíj, nem is kis összeg, ugye? Félmillió forintot lehet nyerni a győztesnek, és ami ezzel jár még, az egy próbafordítás, illetve egy kereskedelmi és média támogatás, ami megint csak azért fontos, hogy most egy kicsit félrerakva az irodalmat, tehát egyfelől az irodalomban vannak kedvenceink, akiknek valószínűleg ezek közül az első regénye nagyon fontos könyv számunkra, de mondjuk a kedvenc példám az, hogy akár a film, vagy akár a sportvilágában folyamatosan kapjuk az információkat arról, hogy jön egy újabb tehetség, mert ott a rendszer az máshogy működik, és amikor valaki mondjuk sportban a pályára lép egy nagy csapatban, mi ezt a pillanatot akarjuk megünnepelni, tehát azokat a legjobb pályára lépéseket, amiket itt a kortárs magyar irodalomban látunk, mert izgalmas és színes a mezőny. Akkor műfajilag, most úgy értem, hogy semmiféle megkötés nincs, az a lényeg, hogy első prózakötet legyen. Igen. Lehet krimitől kezdve a drámáig, akármit. Igen, volt sci-fi, fantasy, mindennel jelentkeztek már, és ez szerintem így jó. És hogyha például az illető pályázó, szerző már jelentetett meg művét, saját művét, de nem ebben a műfajban, tehát nem prózában és nem prózakötetben, hanem nem tudom, megjelent neki verses kötete. Az három jelentkezhet. Az attól még jelentkezhet. Igen. Na most, hogyha visszagondolunk az elmúlt esztendőkre, akkor hát nyilván ez kiderült a szavaidból is, hogy nagyon sikeres volt, és tényleg mindenféleképpen nagyon sokan indulnak. De volt-e valami olyan, ami hát enyhén szólva a meglepetés erejével hatott? Szóval olyan pályakezdő, aki, hát említettél néhány nevet, de hogy tényleg akik így berobbantak az irodalomba. Annélkül, hogy bárkit megbántanánk, mert nyilván aki díjat nyer, mert az oké. Szerintem mi az elmúlt 7 évből azokra fel tudtuk hívni a figyelmet, akikkel 20-30 év múlva is találkozni fogunk. Igen. Nyilván van olyan, aki nem jelentkezett, meg a zsűri is szigorú volt, vagy rossz szemmel nézett műveket, tehát ilyenek vannak. Én azt gondolom, hogy egy olyan generáció lép pályára, akár Harag Anitát, akár Fejér Boldizsát, akár Szőlősi Mátyást említve, akik korábban Margó díjasok voltak, akik kifejezetten figyelnek arra, hogy történetet meséljenek, olykor-olykor már filmszerűen mesélnek,
és mindenféleképpen azt a világot mesélik el, amiben itt most mi élünk, úgyhogy, de ezek pályára lépések, tehát hogy azt elvárni akár egy tévéműsor vezetőjétől, hogyha belökik egy élő adásba hogy este 8-kor, hogy azt oldja meg, akkor főműsoridőben, akkor az egy nehéz dolog. Persze. És mi ezt próbáljuk meg könnyíteni, hogy hogyan lehet őket bemutatni, hogyan lehet kedvet csinálni az ő műveikhez, ahogy ne az történjen, hogy 30 év múlva egyszer csak így bemegyek a könyvesboltba, és látom, hogy itt van ez a szerző, akinek minden könyvét olvastam, igen. De miért nem olvastam az első könyvét? Jó, hát akkor azért még egyszer pontosítsuk a dolgot, tehát június végéig lehet, ugye? Június végéig lehet jelentkezni a Margó Festnek a weboldalán, és a pályaművet kell elküldeni nekünk digitális formában, és az az egy feltételünk van, hogy kereskedelmi forgalomba került, igen, a könyv, ennyi. Na akkor most egy picit ugorjunk más vizekre is, de természetesen maradunk az irodalomnál, hogy azért a klasszikusokat sem kell elfelejteni, és ez most azért jutott eszembe, mert ugye megkezdődtek az érettségi vizsgák, és ha jól emlékszem, akkor a szövegértési feladatoknál előkerült Kossuth Lajos és előkerült Jókai Mór. Így van. Hát én most ebbe a vitába nem akarok belemenni, hogy mennyire kell a maiaknak Jókait olvasni, vagy mennyire nem kell, de akkor most én mondhatom azt is, hogy magánvéleményedre lennék kíváncsi, hogy itt kiderült tényleg pályakezdés, gyerünk, irodalom, de valahogy nem kellene elfelejteni a klasszikusokat, hanem inkább elmagyarázni, hogy ők. Nem? Így van, és hát ezzel egy óriási hitvitát nyitunk meg, hogy hogyan kell erről beszélni. Én azt gondolom, hogy a klasszikusokkal nem az, hogy kell, hanem fontos foglalkozni. És azért fontos foglalkozni, mert mondjuk maradjunk Eszterházy Péter példájánál, aki lemásolta kézzel az Iskola határon című regényt, ami... Mármint az Ottlik. Az Ottliknak a regényét, igen, a születésnapjára, és ezt az ajándékot adta át neki, ami egyfelől egy művészi gesztus, másfelől meg pont arról szól, hogy anélkül a hagyomány nélkül, amit az Iskola határon jelent, magát Eszterházy prózáját se ugyanúgy érthetjük. Én azt gondolom, hogy a hagyomány ez egy olyan dolog, hogy kell foglalkoznunk Kossuthtal, kell foglalkoznunk Jókaival, mert nem, saját magunkat nem értjük meg, hogy az az irodalom, amit most szeretünk olvasni, az miből következik. Én azt gondolom, hogy az oktatásban sokkal fontosabb lenne azt a hangsúlyt megtalálni, hogy a szövegértésen olyan szövegekkel találkozzanak az érettségizők, amik sokkal inkább közelebb áll hozzájuk, tehát nem egy, ilyen értelemben nem egy történelmi vagy irodalomtörténeti szöveggel szembesülnek, hanem ami a mindennapjaikat segíti, mert ezzel óriási problémák vannak itthon is. Nyilván a közösségi média, meg a médiafogyasztási szokások ezeket nagyon befolyásolják. A Jókainál ott egy nagy vita alakult ki, bizony, amikor Tóth Krisztina egyébként a Könyves magazinon, amit főszerkeztek, interjút adott, és azt mondta, hogy a Jókaithoz hogyan kéne nyúlni. Én őszintén szólva nagyon fontosnak tartom ezeket a párbeszédeket, azt meg kifejezetten nem szeretem, amikor ebből ilyen politikai ellenállások alakulnak ki. Ha nem beszélünk a múltunkról, akkor az nem marad élő. Akkor, igen, én nem fogom levenni Szerb Antalt, Radnótit, Babicsot, mert az akkor az föl van téve egy polcra, ki van állítva a múzeumban, és akkor, igen, néha el lehet menni, meg lehet nézni, de nem lesz viszonyom vele. Tehát sokkal fontosabb az, hogy ezekről beszéljünk, mert nem tehetjük meg azt, hogy egyfelől azt nem tehetjük meg, hogy Jókait 2021-ből számon kérjük, viszont az nagyon fontos, hogy ha nem is számon kérjük, de azokat az értelmezési kereteket megadjuk, hogy hogyan érdemes most ezekhez a, igen, szövegekhez közelíteni. Na ezért akartam kiukatni a Könyves magazinhoz mindenféleképpen, szóval lehet itt vitatkozni, de hát én azt hiszem, most nem az a dolgunk itt, hogy megváltsuk a világot, de tulajdonképpen itt volt a múltkor a Kecskeméti City Balletnek a koreográfus főnök asszonya, Barta Dóra, aki elmondta, hogy hát azért a balett is egészen más ma már, mint annak idején volt a fehérruhás, nem tudom, hatjuk tava, de a klasszikusokon ott nőttek föl, de a zenészeket megkérdezed, akkor akármennyire is pop, rock és akármi, de azért nem mondják azt, hogy Johann Sebastian Bach, most akkor felejtsük el, mert már régen volt. Azt szóval szerintem senki sem mondja, az a fontos, hogy a mostani zene, meg film, meg irodalom se érthető, meg anélkül, hogy nem tudnánk, hogy pontosan mik voltak a folyamatok. Na most amúgy hogy telnek napjaid? Mostanában, hogy szakíts, ha bírsz, hogy erre ide-vissza megyünk, hogy azért következik-e ezután
után, a fesztivál után a rájátszás, hogy ragaszkodjam a kifejezéshez. Szóval hogyan zajlik az élet most, mert máshogy zajlik, mint ahogy korábban? Mi most nagyon készülünk a júniusi rendezvényünkre. Elsősorban most ez köti le a mindennapjainkat. Még egyszer, 3. és 7. között, ha jól tudom. Nem? Június 10-13 akkor között. Akkor én egy régebbit láttam, vagy pedig a tavalyira emlékszem. A tavalyira emlékszem. Igen. És június 10-13 Városmajori Színpad. Mi most ott tartunk, hogy fel fog lépni Závada Péter, Spiro György, Bércesi Robi, Szendrői Csaba. Tehát nagyon jó kis programunk lesz. Vecsei Hasiék elhoznak egy csóri koncertet, ami még nem volt látható ez sehol. Igen. Tehát megpróbáljuk azt megtalálni, hogy az irodalom hogyan lehet az alapja mindenféle művészeti ágnak, ez a szerény elképzelésünk van, hogy végül is a filmet, a zenét, meg mindent az irodalmon keresztül be tudjuk mutatni. Úgyhogy ezen dolgozunk most, és őszintén szólva azt várjuk, hogy tisztázódjanak a járványügyi szabályok, mert mi már mindent előkészítettünk ebből a szempontból, és a kommunikációnk is el fog indulni, hogy találkozhassunk együtt a Városmajorban. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen. És akkor azt hiszem, hogy közösen biztathatjuk a fiatal szerzőket, hogy tessék szíves lenni, beküldeni és írni, és ha valaki most kezd írni, még akkor is készen tud lenni azért június végéig. Vagy és a jövő évire. Vagy a jövő évire, mert azt hiszem, hogy ha már valaki nekiállt, akkor nem kell, hogy abba hagyja. Úgyhogy minden jót, és nagyon remélem, hogy legközelebb már közönség előtt is lehet majd ezeket a bizonyos író-olvasó találkozókat, vagy egyáltalán megrendezni. Minden jót. Köszönöm szépen.